Ez a kétéltű lánctalpas vízikasza éppen Demecser határában tisztít meg egy csatornát. Erre azért van szükség, mert a növényzet csökkenti a csatorna keresztmetszetét, és ezáltal a víz áramlási sebességét is. Jelenleg naponta 500 ezer köbméter vizet eresztenek le a belvíz sújtotta területekről Szabolcs-Szatmár-Bereng megyében, ami a kaszálás után még tovább gyorsulhat. Három védelmi szakaszon még mindig készültség van elrendelve, ez azt jelenti, hogy 10 vagy utánebb dolgozik folyamatosan. A napi átemelt vízmennyiség, befogadóba emelt vízmennyiség megközelíti az 500 ezer köbmétert naponta, 54 fő végzi a munkát. Ezen túlmenőleg a területen is vannak feladataink, hiszen a létesmények folyamatos ellenőrzése is feladatot jelent. Vízkormányzásokat végzünk a műtárgyakkal a kedvezőbb levezetés érdekében, és szükségessé vált a vízfolyási akadályok elhárítása és a területek, elöntött területek felmérése. A szakaszvédelmi vezető szerint a napokban véget érhet az elsőfokú készültség, azonban Rácz Imre, a megyei agrárkamara elnöke szerint bizonyos földterületek még hetekig járhatatlanok maradnak. Tavaszi vetésiek közül kb. 168.500 hektárt kívánunk bevetni a tavasszal napraforgó, illetve kukorica, illetve borsó, csemege kukorica. Itt az átnedvesedett területek a 168.000 hektárból kb. 15.000 hektár, ez is nem ér el a 10%-ot, és ebből 879 hektár az, amit borít jelenleg víz. Én azt gondolom, hogy a tavaszi munkákat ez nem akadályozza. Nyilván a gazdálkodók nem azzal a területtel akarják kezdeni mondjuk a napraforgó vagy kukoricavetést, amelyik át van nedvesedve, és ha 3-4 napig süt a nap, illetve megfúj egy szél, akkor ezek a területek csökkenni fognak, és egyre többet művelés alá lehet vonni. A szakértők szerint a belvíz miatt nem kell számítani a vetés szerkezet átalakulására, az arányokban azonban lehet némi eltolódás. Elképzelhető, hogy kissé visszaesik majd a szójavetés területe, miközben már most is jóval az igények alatt termelnek szóját Magyarországon. A szükséges 600 ezer tonna helyett jelenleg mindössze 150-200 ezer tonna terem, a hiányzó mennyiséget pedig döntően rosszabb minőségű GMO-s termékekkel kell pótolni külföldről.